Több tucat új beteg érkezik a szigetvári kórházba naponta. A körzetben átlagosan 74 ezer főt kell ellátniuk az aktív részlegben. A rehabilitációs ellátásban résztvevő betegek száma pedig több százezer fő. Az elmúlt két évben 30%-kal nőtt meg az intézmény ellátási területe. Barcsról, sőt Nagyatádról is kell fogadniuk betegeket. Munkaterület, ez áll a feliratom. A kórházat folyamatosan fejlesztik, az egyik beruházás tavaly novemberben indult el. Ennek már látható eredményei vannak, megújult a neurológia és kialakították az úgynevezett nappali kórház foglalkoztatóit is. Mindenképpen ugye előnyt fog jelenteni, hogy az akut betegellátást a szakrendelésre váró betegektől szétválasztjuk, elkülönítjük. Ezáltal ugye a betegeknek ugye az ellátása is az jelentősen időben is csökkenni fog. Az orvosigazgató a sürgősségi osztály megépülésének előnyeiről beszél, ez a kórház új projektje. Egy TIOP pályázatnak köszönhetően sürgősségi betegellátót alakítanak ki, átépítik az ápolási osztályt és megújul a pszichiátria is. Nekünk az volt a feladatunk, hogy egy optimumot csináljunk orvos szakmailag, műszakilag, betegellátásilag és esztétikailag. És gazdaságilag. Így fognak kinézni az új osztályok. A párhuzamosan futó két beruházással gyakorlatilag az épület 30%-a teljesen megújul. 21. századi körülményeket tudunk biztosítani mind építészetben, mind műszerezettségben. Tehát gyakorlatilag mind a diagnosztika, mind pedig a kezelések vonatkozásában sokkal magasabb színvonalat tudunk biztosítani a pácienseknek, és természetesen az itt dolgozó, csak nem 460 embernek is lényegesen magasabb komfortfokozat fog rendelkezésre állni a munkavégzéshez. Többek között nem kell majd Pécsre szállítani a betegeket CT-re, hanem az intézményen belül is el tudják majd végezni a vizsgálatot. A Nyugat-Baranyában, Dél-Nyugat-Baranyában vagy Észak-Baranyában élő emberek, akik általában hátrányos helyzetű térségekben élnek, kis falvakban, nagyon sok az idős ember, az elhagyott ember, az egészségügyi állapotuk nem megfelelő. Ezeknek az embereknek épp olyan joguk van a gyógyuláshoz, mint minden máshoz. A szigetvári kórházat összességében 2,5 milliárd forintból fejlesztik. A tervek szerint 2015 nyarán adják majd át az intézményt, ahol a felújított osztályok mellett mentőhelikopter leszállópályát is kialakítanak.